Sikerült megtalálnom közben a kerékkulcsot, hogy most már van mivel szerelni. Praktikus egy tárolódobozt előszedni, sok apró alkatrész megtalálása és a végén visszaszerelése miatt, főleg, hogyha olyan feledékenyek vagytok, mint én. Na és akkor most már egy kicsit közelebb kerültünk a valósághoz. Ugye, amit mondtam, ez a 36-os anyáz feladja a leckét, főleg, ha nagyon régóta nem volt leszedve az autóról. De hát, mint említettem, én már fölleszerelgettem, úgyhogy nekem elég könnyű volt most így a dolgom. Először is el kell távolítanunk majd a féktárcsát, illetve a féket, hogy ne legyen útba. A féktárcsa igazából csak egy ilyen rögzítő csavarral van fölszerelve. Ezt igazából nem is érdemes nagyon megtépni gyárilag is. Hát ha jól emlékszem, 5-10 Nm-rel van felrögzítve. De ezeket az adatokat inkább nézzétek ki a gépkönyvből, vagy a szerelési útmutatóból. A hozzáférés érdekében érdemes kifordítani az egész kerékszerkezetet, mert ugye a csavarok hátul vannak, és így csak összeveri az ember a kezét meg a fejét, hogyha így álltok neki, úgyhogy kiforgatom én is. És már is jobban látható lesz, hogy mit is kellene szerelnünk. Először is le kell a fékbetétet, fogórugót szedni. Hát ezt ki hogyan szereti, én leszoktam pajszerolni. Nem biztos, hogy ez a legjobb módszer. Más nem kivágjuk a videóból, hanem jön le. Igen, ezt kivágjuk a videóból. Állítsd meg!